8 óra van, ez a híradó az M1-en. Jó reggelt kívánok, Ábrahám Viola vagyok. Kiegészült a gazdaságvédelmi akcióterv, további segítséget kapnak itthon a vírus miatt nehéz helyzetbe került családok és vállalkozások. Július 1-ig meghosszabbítják a hitelfizetési moratóriumot, a bezárni kényszerült vállalkozásoknak decemberben és januárban is elengedik és átvállalják a bérköltségek kétharmadát. A KKV-k és az egyéni vállalkozók iparűzési adóját január 1-től a felére csökkentik, a családokat pedig 6 millió forintig kedvezményes kamatozású lakásfelújítás hitellel segítik. Orbán Viktor miniszterelnök arról beszélt, emberek tízezreinek élete mellett sok százezer munkahelyet sikerülhet megmenteni. Nekünk minden élet és minden munkahely számít. A miniszterelnök közösségi oldalán számolt be a gazdasági akcióterv új elemeiről, amelyről előtte egyeztetett a Megyei Jogú Városok Szövetségének vezetőségével a Karmelita Kolostorban. A tanácskozáson a koronavírus járvány gazdasági hatásairól, valamint a válságkezelés lehetőségeiről és eszközeiről volt szó. Orbán Viktor megerősítette, hogy a hitelvisszafizetési moratóriumot változatlan formában fél évvel július 1-ig meghosszabbítják a családok mellett a vállalkozásoknak is. A moratórium automatikusan hosszabbodik meg, így csak annak kell felkeresnie a bankját, aki a moratórium ellenére is törleszteni akarja a hitelét. A miniszterelnök bejelentette, a szigorítások miatt nehéz helyzetbe került cégek támogatását megnövelik. A járványügyi intézkedések miatt ideiglenes bezárásra kényszerült vállalkozásokat a kormány decemberben és januárban is a bérköltségek kétharmadának elengedésével és átvállalásával támogatja. A járulékfizetés elengedését és a bértámogatást a vendéglátóhelyek, a szállodák és az idegenforgalom mellett kiterjesztjük a szünetelni kényszerülő magántulajdonú buszos vállalkozásokra is. További segítség, hogy a kis és közepes és az egyéni vállalkozások által befizetett iparűzési adót január 1-től a felére csökkentik. Ezek a vállalkozások adják a legtöbb munkahelyet, és ők a legsérülékenyebbek a járvány idején. A 25 ezer fő alatti települések a kormánytól támogatást kapnak, a nagyobb önkormányzatok pénzügyi helyzetét pedig majd egyenként tekintjük át. A kormány a vállalkozások mellett újabb segítséget nyújt a családoknak is. A gyereket nevelő és gyereket váró családokat 6 millió forintig kedvezményes, maximum 3%-os kamatozású lakásfelújítási hitellel segítjük. Ebből a hitel fele, tehát 3 millió forint visszanemtérítendő támogatás, amit a felújítás végén lehet igénybe venni, és automatikusan csökkenti a hitel összegét. Orbán Viktor azt mondta, jó okkal lehet bízni abban, hogy nem csak magyarok tízezreinek életét, hanem sok százezer munkahelyet is sikerül megmenteni. A DK szerint a miniszterelnöknek nem az önkormányzatok zsebében kellene turkálni, hanem el kellene engedni a társasági adót. Az MSZP úgy véli, Orbán Viktor és kormánya most is csak a tehetősebbeknek segít. Az LMP szerint az elvesztett iparűzési adóbevételek rengeteg önkormányzatot a csődszédéles sérére sodornak. A Párbeszéd úgy véli, az Orbán rezsimet két dolog érdekli csupán, önmaga és a bosszú. Karácsony Gergely főpolgármester pedig azt írta, az iparűzési adó megfelezése nem kezeli, hanem mélyíti a válságot. Nem a főpolgármesternek kell pénzügyi segítség, hanem a budapestieknek. Így reagált Kocsis Máté közösségi oldalán Karácsony Gergely szavaira. A Fidesz frakció vezetője azt írta, az egyéni vállalkozók iparűzési adójának csökkentése azért elengedhetetlenül szükséges, hogy meg tudják tartani a munkahelyeket. Kocsis Máté emlékeztetett, a budapesti vállalkozásoknak nincs 100 milliárdnyi tartaléka, Karácsonyiknak van, amit Tarlós István előző főpolgármestertől örököltek. A Fidesz frakció vezetője bejegyzésében hangsúlyozta, ha Karácsony Gergely nem engedi, hogy a Demszki hagyókorszak emberei lopjanak a fővárosi önkormányzatnál, akkor jut pénz adócsökkentésre. A most bejelentett lakásfelújítási hitel része a kormány családtámogatási programjának, amelynek elemei nem kizárják, hanem kiegészítik egymást. Erről Novák Katalin beszélt a Kossuth Rádióban. A családokért felelős tárca nélküli miniszter hangsúlyozta, a cél, hogy a fiatalok bátran vállaljanak gyermeket, ehhez pedig a kormány minden segítséget megad. Babaváró
támogatás 10 millió forint, a csok nagy család esetén akár 10 millió forint vissza nem fizetendő támogatás, csokhoz kapcsolódó kölcsön 10 vagy 15 millió forint gyermek számtól függően, és akár még egy csokkal vásárolt ingatlannál is igénybe vehetik utána az otthonfelújítási támogatást, ehhez jár pluszban az illetékmentesség. Karácsonykor az lenne a legjobb, ha a családok magukban ünnepelnének, a látogatások pedig maszkviseléssel, távolságtartással és fertőtlenítés mellett zajlanának. Figyelmeztetett a Dél-Pesti Centrum Kórház osztályvezető főorvosa. Szlávik János hozzátette, a közös, nagy családi étkezésekről most le kell mondani. Az oltóanyagokkal kapcsolatban hangsúlyozta, hogy az európai és a hazai hatóságok által engedélyezettek biztonságosak és hatékonyak. Arra biztatott mindenkit, hogy amint lehet oltassa be magát a koronavírus ellen. Az elsőként törzskönyvezett oltóanyagok hatékonysága több mint 90%-os. Ez nagyon jó hír, hiszen az influenza elleni oltóanyagok hatékonysága csak alig 70-80%-os. Azonban mindegyik oltásról tudni kell azt, hogy a hatékonyság csak azt jelenti, hogy az illető megfertőződik-e vagy sem a koronavírussal. Valamennyi oltóanyag esetében igaz az, hogy ha meg is fertőződik az oltás ellenére, szinte biztos, hogy nem alakul ki nála súlyos betegség, és nem fog meghalni a koronavírus fertőzés következtében, és ez egy rendkívül fontos szempont. Új magyar fejlesztésű gyógyszer használatát hagyták jóvá itthon a koronavírus kezelésére. A favipiravir hatóanyagtartalmú gyógyszer várhatóan január közepétől lesz elérhető. A gyógyszer engedélyezését az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés Egészségügyi Intézet soron kívül gyorsított eljárásban végezte, de az intézet hangsúlyozta, az új gyógyszer megfelel a világviszonylatban is szigorú magyar minőségi követelményeknek. A favipiravir a remdesivir után már a második olyan engedélyezett gyógyszer, amelyet COVID-terápiában használnak. Ha valaki beteg vagy hirtelen rosszul lesz, azonnal hívja a mentőket. A kórházakban a koronavírus járvány ellenére is a lehető legmegfelelőbb ellátást kapják. A kórházakban pedig mindenhol betartják a szigorú járványügyi előírásokat. Erről Andréka Péter beszélt itt az M1-en. A Godzégen György Országos Kardiológiai Intézet főigazgatója hangsúlyozta, különösen veszélyeztetettek azok, akik szív- és érrendszeri betegségben szenvednek. Szegcsont mögötti balkarba sugárzó, torokba sugárzó, erős fájdalom, ami verejtékezéssel, adott esetben halálfélelemmel vagy megsemmisülésérzéssel, vagy éppen az előbb említett nehéz légzéssel jár. Ilyen esetben késedelem nélkül hívni kell az országos mentőszolgálatot. Nem a házi orvost, nem a barátot, hanem az országos mentőszolgálatot, akik azonnal tudják, hogy mi a teendő, és a megfelelő intézményben viszik haladéktalanul a beteget. Szerbiában mától szigorodnak a járványügyi szabályok, ezért tegnap a szabadságukra hazatérő nyugat-európai vendégmunkások miatt óriási dugók voltak több határon is. Roszkinél például volt, hogy 5 órát kellett várniuk a Szerbiába tartóknak. Az országba belépő külföldi állampolgároknak mától 48 óránál nem régebbi negatív koronavírus tesztet kell felmutatniuk a határon. A szerb állampolgárok teszt nélkül is hazatérhetnek, de akkor 10 napos karantén vár rájuk. Rendelkezéseket várhatóan jövő év január 10-ig tartják érvényben. Egy szerb egészségügyi szakember még december elején arra figyelmeztetett, hogy télire Szerbia egészségügyi rendszere összeomolhat, hogyha több tízezer vendégmunkás érkezik Szerbiába. Hasonló volt a helyzet az első hullám idején tavasszal, amikor a húsvéti ünnepekre tértek haza a vendégmunkások. Tehát az újabb roham most télire nehéz helyzetben hozhatja Szerbiát. Váratlanul további szigorításokat jelentett be szombat este Boris Johnson brit miniszterelnök. A döntés értelmében Londonban és környékén mától szinte teljes zárlat lép életbe. Az itt élők csak kivételes indokkal hagyhatják el lakóhelyüket. A szigorítás oka, hogy olyan új vírustörzset fedeztek fel Angliában, amely ugyan nem okoz súlyosabb megbetegedést a korábban ismerthez képest, azonban nagyobb a fertőző képessége, ezért gyorsabban is terjed. Given the early evidence we have on this,
Mivel a kezdeti bizonyítékok alapján a vírus újfajta mutációja valós veszélyt tartogat, fájó szívvel kell bejelentenem, hogy nem úgy lesz a karácsony, ahogy terveztük. Angliában a négyes kategóriába sorolt területeken élők karácsonykor nem találkozhatnak senkivel, a háztartásuk tagjain kívül. Az ország többi területén a korábban bejelentett 5 nap helyett már csak 1 napra gyűlhet össze 3 háztartás, december 25-én. December 31-én sem tehetünk engedményt, vagyis szilveszter estéjén se szegheti meg senki az intézkedéseket. Ma lesz a Jónak lenni jó, a közmédia jótékonysági akciójának egésznapos adománygyűjtő műsor folyama. A felajánlások összege már az 53 millió forinthoz közelít, de továbbra is lehet csatlakozni. A 13616-os adományvonalon 500 forintot ér egy hívás vagy egy üzenet, de a felajánlott tárgyakat is meg lehet vásárolni. A stúdió már készen áll a műsorra, amiben egymást érik majd a különleges produkciók.